Én nem tartok senkit ostobának. Senki. Tehát ön szerint nincs ebben az országban ostobember? Én nem, hát nem szeretnék megbélyegezni senkit. De nincs egy sem. Nincs ostobember. Én nem tartom senkiről azt, hogy ostoba, meg nem is szoktam senkit ostobának. De nem az a kérdés, van ostobember, vagy nincs ostobember? Szerintem nincs, vagy én nem tartom annak őket. És ha már itt a genyláda balfaszkodásnál tartunk, a friss befutó Berg Dániel... A rezsicsökkentéssel kapcsolatban azt mondta a baloldal frontembere, hogy egy biztos, tehát hogy a rezsicsökkentésnek azt a formáját, amit Orbán Viktor kitalált, azt nem szeretnék fenntartani. Nem kell éles logika ahhoz, hogyha egy már létező dolgot valaki nem akar fenntartani, az azt jelenti, hogy megszüntetni. Egy biztos, tehát hogy a rezsicsökkentésnek azt a formáját, amit Orbán Viktor kitalált, azt nem szeretnék fenntartani. Hogy azt az ostobaságot, hogy világpiaci árakat meg lehet állítani a határon, ezt még egyszer mondom, egyszer már a kommunisták megcsinálták, és tönkre ment bele egy ország. Úgyhogy mi azt a formáját a rezsicsökkentésnek, amikor átterhelték a gazdag fideszeseknek a medencefűtésére használt gázárát, annak a támogatását, átterhelik az önök adójára, a legszegényebb emberekre, hát ezt nem szeretnék fönntartani. Felháborító kijelentéseket tett Márki-Zay Péter. Megdöbbentő, amit Márki-Zay Péter mondott. Nézzétek! Ezt a szivárvány koalíciót úgymond, a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük. A fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük. Szögezzük le, ez elfogadhatatlan. És nem, ezt nem lehet kimagyarázni. Hihetetlen, hogy a hatalomért Márki-Zay már a fasisztáknak is udvarol. Akkor még Orbán Viktor a KISZ-ben politizált, később liberális lett, aztán egy általam nagyon támogatott Putyin ellenes Európa párti konzervatív politikus, most pedig egy Putyin párti Európa ellenes politikus lett. Én ezeket a kanyarokat nem tudom követni. De azt, amit Orbán Viktor egy személyben megtestesít, ezt a szivárvány koalíciót úgymond, a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük. A migrációhoz való hozzáállását is ismerjük Márki-Zay Péternek. Nekünk az a fontos, hogy egy befogadó, szeretetteljes társadalom legyünk. Pillanatok alatt lehet egy-két generáció alatt integrálni az oda bevándorlókat. Márki-Zay tehát a migránsok befogadásáról és integrálásáról beszél. Nehéz máshogy értelmezni ezeket a mondatait, mint hogy ő bizony beengedni a migránsokat. A legfontosabb az, hogy azok az emberek, akik mint a mi őseink, ide érkeznek hozzánk a Kárpát-medencébe, ebbe a kis országba, azok érezzék jól magukat. Ez a legfontosabb dolog. Váljanak magyarrá. Kanadában is egy-két generáció után minden nap eléneklik a kanadai himnuszt az iskolában, a gyerekek csak az államiskolába tudnak menni, megházasodnak más kanadai gyerekekkel, a gyerekeik már angolul fognak beszélni, tehát pillanatok alatt lehet egy-két generáció alatt integrálni az oda bevándorlókat. De ezeket az embereket ott megszűrik. Kanada is befogadott 40 ezer szír menekültet, de Kanada 8-10 hónapig egy 500 fős személyzettel a damaszkuszi követségen tette ezt, és csak azokat vitték Kanadába, akire azt mondták, hogy ő nekünk kell. Az, hogy Orbán áthajtott több százezer embert Magyarországon, csak azért, hogy ez legyen a németek problémája, ugye ez még a kerítés előtt volt, amikor leállította őket, és itt anyáztatta a keleti pályaudvarnál. Marad a kerítés, Fidesz migránsokat átvilágítjuk, és a bűnözők mennek. Visszaállítjuk a határőrséget, rendőröket akarunk minden kis településre is. Az indiai szemműtétekről pedig ezt nyilatkozta a baloldali jelölt. Indiai szemműtétek magyaroknak. Márki-Zay szerint nem beszélt ilyesmiről, de nézzük is akkor, mi a helyzet. Adok egy repülőjegyet, menjen el Indiába. Indiában népbetegség, az ottani orvosok naponta csinálnak százassával ilyen műtéteket, nagy rutinjuk van, profi megcsinálják, olcsó. Ez is elég egyértelmű, de Márki-Zay képes még ezt is letagadni. Az amerikaiak a szemműtétek bizonyos fajtájára, mint a zöldhályog meg hasonló, tehát nagyon ritka szembetegségek, inkább az amerikai biztosító is azt mondja, hogy inkább menjen el, adunk egy repülőjegyet, menjen el Indiába. Indiában népbetegség, az ottani orvosok naponta csinálnak százassával ilyen műtéteket, nagy rutinjuk van, profi megcsinálják, olcsó. Az amerikaiak nem láttak ilyen betegséget évtizedek óta. Most, ha ott kezd el babrálni a szikével valakinek a szemébe, azért, hogy hát most én nem emlékszem, 10 éve nem csináltam ilyet, de megpróbáljuk. Inkább menjen Indiába olyanhoz, ahol sokszor csinálják. Önöknek, hogyha egy profi, speciális beavatkozásra van szüksége, oda kell menjenek, ahol azok az emberek is feltételek adottak, akik ezt meg tudják csinálni a legjobb módon. Én azt gondolom, például, ha már személyzetet mondtam, a legtöbb személyzeti beavatkozás az nem egy sürgősségi beavatkozás, menjenek oda, ahol a profik vannak, emeri kell, menjen oda, ahol emeri van. Ezekkel ne
nem kell minden, kizomboró se kell kórház, a makói kórház, ami sürgős kezelje le, kell, hogy legyen makon kórház, ami pedig olyan speciális, örök is jobban járnak, menjenek a klinikára Szegedre. Amikor már azt gondoljuk, nem lehet fokozni, Márki-Zay rá tud tenni még egy lapáttal az otromba sértegetéseire. Ezt nézzétek! Ez már tényleg sok. Márki-Zay Péter ahelyett, hogy magában nézett volna, inkább még tovább sértegeti a vidékieket. Reggel 10 órakor egy faluban azt mondja, hogy kevés józan emberrel találkozott, de azok közül, aki nem agymosott volt és lehetett vele egyetlen beszélni, azok közül 2-3-at átállított. Igen, jól halljátok, Márki-Zay szerint a falusi emberek részegek és agymosodtak. Márki-Zay Péter hónapok óta folyamatosan a vidéken élőket sértegeti, egyszerűnek, ostobának, tudatlannak nevezi őket. Mindenkit vigyenek el, menjenek el szavazni, győzzenek meg minden több ember, minden egyes ember számít. Valaki írja, én olvastam kommentbe, hogy Miskolc és Budapest között ingázik, elhatározta, hogy minden alkalommal kinyomtat 2-300 nyomtas te is kiadványt, és beszór egy-egy falut. És ott beszél az emberekkel, hogy reggel 10 órakor egy faluban azt mondja, hogy kevés józan emberrel találkozott, de azok közül, aki nem agymosott volt és lehetett vele egyetlen beszélni, azok közül 2-3-at átállított, hogy meggyőzte őket, hogy azok, amit hallanak a tévében, azok hazugságok. És ő nekik is jobb lesz, hogyha az ellenzék győz. Hogyan vélekedett Márki-Zay a fizetős egészségügyről? Ez nagyon durva. Ezt nézzétek, mit mond Márki-Zay Péter az egészségügyről. Álszentség lenne azt mondani, hogy az egészségügy nem üzlet. Őszintén szóval nyugodtabb vagyok, ha az egészségügy üzlet, mint hogyha nem üzlet. Hát ezt a kamut pontosan ismerjük, a Gyurcsányféle balosok már másfél évtizede próbálják ezt elhitetni velünk. Ide sem kell bővebb magyarázat. Ami üzlet, az bizony fizetős. Lássuk, hogy mit gondol az egészségügyről. Megsúgom, hogy kb. Ugyanazt, mint Gyurcsány. Ha Orbán Viktor azzal kampányolt, hogy az egészségügy nem üzlet, akkor utána lehet esetleg mégis üzlet. A szomorú igazság az, hogy minden üzlet, álszentség lenne azt mondani, hogy az egészségügy nem üzlet. Őszintén szóval nyugodtabb vagyok, ha az egészségügy üzlet, mint hogyha nem üzlet, mert ahol nem üzlet, ott tönkrementek. Afrikában találták azt, hogy azok a rendszerek, ahol ingyenes egészségügy volt, ott borzasztó rossz állapotok voltak, haltak meg az emberek és a többi. Ahol fizetős egészségügyet vezettek be, ott viszont jól működött. Tehát, hogy olyan nincs, hogy ingyenes egészségügy akkor, amikor például hálapénzzel fizetnek az emberek, meg zsebbe fizetnek. Nincs ingyenes egészségügy. Ez egy illúzió. A szülészetekről pedig egy egészen szürreális mondattal jelentkezett Márki-Zay Péter. Szülészetek bezárása. A szülés, az nem betegség. Ahhoz például, mint nagyon sok más beavatkozáshoz, éppenséggel orvos sem kell. Sőt, nem csak arról beszélt, hogy nem kell orvos a szüléshez, hanem azt is kijelentette, hogy el kell fogadni, hogy ne legyen szülészeti ellátás a vidéki városokban. A szülészet az egy speciális ágazat, a feleségem sokáig foglalkozott vele, úgyhogy nagy rálátásom van, és 7 gyermek szülésénél magam is ott voltam. Nos, a szülészet az nem betegség, vagyis a szülés az nem betegség. Az normál esetben az egy teljesen egészséges folyamat. Ahhoz például, mint nagyon sok más beavatkozáshoz, éppenséggel orvos sem kell. Hogy egy szülésznő, ha megfelelően föl van készítve, egy holisztikus szülésznő, az tökéletesen, biztonságosan le tud vezetni egy szülést, és a többi, milyen oka van annak, hogy ne legyen a makói kórházban szülészet. Én nem látom ezt. Tehát én azt szeretném mondani, hogy vannak bizonyos olyan egyszerű dolgok, járóbetegellátás föltétlenül. De még a sürgősségi dolgok is, és őszintén szóval a szülészet is egyfajta sürgősségi dolog, mert amikor szülni kell, akkor szülni kell. És a traumatológia is ilyen, tehát azokat minél közelebb kell vinni az emberekhez, olyan területi lefedettség kell, hogy mindenki nagyon gyorsan kórházba juthasson. Kevesebb vizet kell használni. Mivel az ember vízzel tisztálkodik, így teljesen világos, hogy a kevesebb víz az kevesebb fürdést jelent. Lehet rezsicsökkenteni. Hogy ne lehetne? Kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni, át kell térni megújulókra. Persze, lehet rezsicsökkenteni. Le kell szigetelni a házat. Várunk. Esetleg egy kis hazafigyelzenét, addig berakok.